Tűz keletkezett egy 9. emeleti társasházi lakásban Szolnokon, az Aranyi Sándor utcában. A lakás egyik szobájában egy ágy, valamint a körülötte lévő berendezési tárgyak kaptak lángra. Az eset idején egy ember tartózkodott a lakásban. Őt az egyik szomszéd menekítette ki és adta át a mentőszolgálat munkatársainak. A szolnoki hivatásos tűzoltók egy porraloltóval és egy vízsugárral avatkoztak be. Közben pedig két lépcsőházból összesen 27 embert menekítettek ki ideiglenesen, akik később visszatérhettek otthonukba. A tűzzel érintett ingatlanban összesen 4 ember élt, ők rokonoknál helyezkedtek el.